Dombováron, a Gyár utcában található a pumpapálya, vagyis egy modern közösség és játszótér, amely használatához nélkülözhetetlen a bátorság, tudtuk meg egy szakértőtől. Hát ezt a pályát eredetileg BMX kerékpárra, rollerre, gördeszkára és görkorcsolyára találták ki, viszont mivel nagyon barátságosak a kanyarok és a hullámok is rajta, ezért én megmenném kockáztatni, hogy akár egy átlagos kerékpárral is jót lehet rajta szórakozni, bár hozzáteszem, hogy az egy kicsit több veszélyt hordoz magában, hogyha egy nem erre a célra kitalált kerékpárt használ mondjuk a gyermek, aki így a pályán gurul. Igazából mindennel ugye a szaktudás az így közbe jön, tehát hogy ahhoz, hogy valaki ezt elkezdje, ahhoz én azt mondanám, hogy egy nagy kupac bátorság kell, kitartás, ugye az nagyon fontos, úgy, mint általában az összes sportnál, viszont mivel ezek az extrém sportok egy kicsit speciálisak, ezért én azt mondanám, hogy így leginkább ugye ez a bátorság. A pump track pályák fejlődtek az idők folyamán, ma már sokkal komfortosabb terepen róhatják a köröket az extrém sport iránt érdeklődők. Régebben ezek ilyen döngölt murvás földből voltak, viszont ugye az állagmegőrzés érdekében nagyon helyesen az önkormányzatok meg a megrendelők, így ebből kifolyólag a gyártó, vagy hát az építő cégek is ugye áttértek erre az aszfaltos pályára. Így már szerintem idén az összes pumpapálya, ami épült így országszerte, az aszfaltos, ha jól tudom. Ugye sokkal tovább megmarad jó állapotban. Kifejezetten inkább a BMX freestyle-ról beszélnék, hogy olimpiai sportág lettünk. Ugye a tavalyi évben a tokiói olimpián debütált először a BMX freestyle, és egyre szervezettebb versenyeket rendeznek, és én úgy látom, hogy egyre több fiatalt és gyereket tudnak így bevonzani a különböző sportegyesületek. Tehát nálunk mi is egy utánpótlás egyesületet operálunk, jelenleg nálunk 30 gyerek van. Az ország különböző pályáin már tapasztalatot szerzett fiataloktól leshették el a dombovári lelkes amatőrök a pályahelyes használatát. A biztonság érdekében a sisak és a különböző védőfelszerelések alkalmazása nélkülözhetetlen ebben a sportágban. A pályán rollerrel, kerékpárral vagy akár gördeszkával is lehet róni a köröket. A hivatalos sport lett, keretek közé lett helyezve. Engem, ami nagyon megfogott benne, az volt, hogy igazából tényleg azt gyakorolhattam, amit szeretnék, nem voltak benne megkötések, akkor mentem ki, amikor nekem jól esett, ez azt jelenti amúgy, hogy igazából mindig. Tehát, hogy folyamatosan kint voltam a pályán. Szépen. Minél erőteljesebb igazából ez a pumpa mozdulat, annál nagyobb sebességet tud vele szerezni. És ugye, mivel kör alakú pályáról beszélünk, ezért lényegében kifulladásig meg lehet őrizni ezt a sebességet. A pumpapálya használója, ha megfelelően pumpál, akkor tekerés nélkül képes körbe-körbe haladni rajta. A pump track hullámok és kanyarok egymás utánja, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ez annak köszönhető, hogy egyaránt nyújt élményt amatőröknek és profiknak, használata pedig nagyban hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, tartják a szakértők. És ott is van egy vászkörgetés a BMX kerékpárral. A dombovári pumpapálya egy remek lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, természetesen a már említett védőfelszerelések és megfelelő körültekintés mellett.